Randy és Karen Perlor mindketten keményen dolgoztak a sikerért és az adósságmentes életért. A változás azonban akkor jött, amikor elkezdték a Bibliát tanulmányozni. Isten megáldott, jobban, mint gondoltuk. Mint minden karrierorientált házaspárnak, nekik is különböző felfogásuk volt a pénzről és a sikerről. Én mindig azt akartam, amit a többi ember is akart. Számunkra ez volt az amerikai álom. Házasságuk első két éve szórakozással, utazással telt, óriási kiadásokat halmoztak fel, mindent hitelből. 20 hitelkártyánk volt, ezzel pedig megnyílt az út, hogy bármit megkaphassunk, amit csak akarunk. Betettük a kártyát az automatába, és már is a kezünkben volt a pénz. Csak hamar 63 000 dolláros adósságot, nagy mennyiségű autóhitelt és óriási havi elzálogot gyűjtöttek össze. Adósságcsapdába kerültünk. Nagy volt a kísértés, és mi beleestünk a csapdába. Egy évvel később azonban életüket egyetlen döntés változtatta meg, mikor Randy bátya váratlanul elhunyt, komolyan elgondolkozott azon, hogy hogyan is él. Abban a pillanatban tudtam, hogy arra van szükségem, hogy átadjam életemet az Úrnak. Randy elkezdte tanulmányozni a Bibliát, és rájött, Isten sokszor beszél személyes és anyagi életünk vezetéséről. Éreztem Isten erős jelenlétét, amikor azt mondta, el kell kezdened tizedet fizetni. Randy alig várta, hogy többet megtudjon a témáról. Sok kérdésére a választ a 700-as klubon keresztül kapta meg. Pat éppen a viszonosság törvényéről és az anyagiakhoz való helyes viszonyról tanított. Randy szigorú költségvetést készített, tizedfizetéssel, adósságtörlesztéssel és hitelkártyáktól való megszabadulással, de Karen mindenre még nem állt készen. Azt mondtam, én nem élhetek így. Havonta egyszer kapok fizetést, és egész hónapban abból az összegből kellene élnünk. Nem sokára Karen is elfogadta Jézust megváltójának, ezután teljes szívvel csatlakozott Randyhez, hogy anyagi életükben is Istent kövessék. Eldöntöttük, ki fogunk kerülni az adósságból, mert nem ez Isten ránk vonatkozott terve. Nem leszünk a kölcsönadóink rabszolgái. Kezdetben Randy nem tudta, hogy fog egyszerre adósságot törleszteni, számlákat befizetni és tizedet adni. Ha a tizedfizetés azelőtt nem volt az anyagi életed szerves része, igen, az egy radikális változást jelent. De mindössze néhány hónap múlva a tizedfizetés igazsága a párt is lenyűgözte. Nem állíthatom, hogy nem mulasztottunk semmit, de a számok alapján nem lettünk volna képesek mindent kifizetni. 6 éven keresztül hűségesen követték Isten alapelveit, visszafizették minden tartozásukat, és a jelzálogot is. Minden adósságot visszafizettünk, a jövedelmünk pedig megháromszorozódott. Az adósságból kikerülve lehetőségünk lett másoknak is segíteni. 2004-ben épp ezért kezdtek el adakozni a CBN számára. Láttuk a CBN különböző területeken végzett munkáját. Kutakatástak, orvosi kezeléseket biztosítottak, és árváknak létesítettek otthonokat. Látni akartuk a CBN munkáját, ezért adtunk. Tudták, a siker nem abban van, amiük van, hanem amit adnak. Kérem Istent, hogy helyezze az ön szívébe is az adás szeretetét, és kérem, hogy mutassa meg, hogy gondját fogja viselni az ő gazdagsága szerint, dicsőségesen. Csak maradjon hűséges ahhoz, amit Isten kér, és ő meg fogja áldani, és megadja majd szíve minden kérését.